Az utolsó két hét alatt terveztünk 5 edzőmérkőzést, sajnos ebből 2 mérkőzés elmaradott. Az elsőt, amit lemondtunk, mert több játékos volt beteg, az 2 héttel ezelőtt volt, amikor a román ellenfél ellen Satu Mare kellett lemondani nekünk a mérkőzését. Utána játszottunk Nyírbátorba a hazai csapattal. Azon a héten először foglalkoztunk taktikai dolgokkal. A mérkőzésen sikerült nekünk győzni, de sokkal fontosabb volt az, amit a edzéseken gyakoroltunk. A játékosok megmutatták az első olyan edzőmérkőzésen is. 2 héttel ezelőtt még nagyobb volt a terhelés, sokkal többet figyeltünk az állóképességre, de az edzések inkább labdával voltak tervezve. Akarunk jobban játszani, akarunk többet támadni, és erre is figyeltünk, azért többet dolgozunk is a labdával. Vasárnapra nekünk nem volt tervezve mérkőzés, de a szlovák MB2-es Haniska az utolsó napokon szólt, hogy nekünk sincs ellenfélük, azért megbeszéltünk és lejátszottunk Szlovákiába mérkőzés Haniskával, ami egészen jól sikerült, megint tovább gyakoroltunk a támadást. Sikerült nekünk győzni, sajnos ezen a mérkőzésen nem használtunk ki nagyon sok lehetőséget, sokkal jobb és eredményt lehetett elérni, sokkal több góllal lehetett győzni. Vagy többet foglaltunk, múlt héten többet foglalkoztunk gyorsasággal és támadással és védekezéssel is. A szerdai mérkőzés sikerült, amit játszottunk az vezető csapattal a MB2-es szlovák VSS Kassa ellen. A játék már nem volt, a játékosoknak nem sikerült az megmutatni, amit terveztünk. Sajnos úgy néz ki, hogy kicsit megijedtek, hogy játszunk erősebb ellenfél ellen. Akkor is sikerült nekünk győzni, de ez az ellenfél megmutatta, hogy mit még lehet javítani, mit hol kell még dolgozni. És utolsó mérkőzést, ami tervezve volt szombatra, sajnos az ellenfél az utolsó pillanatra lemondta, azért tartottunk edzést, ami megint inkább támadásról foglalkoztunk. Előttünk van az utolsó 14 nap, a bajnok első tavaszi bajnoki előtt. Tervezve van még 2 edzőmérkőzés MB2-es szlovák csapatokkal. Szerdán utazunk Iglóba, ahol találkozunk a hazai iglói csapattal, és szombatra van tervezve a Lokomotív Kassa ellen az edzőmérkőzés. Ezen a héten már fogunk még jobban többet foglalkozni a játékunkkal. Remélem, hogy azt, amit megmutatták nekünk az edzőmérkőzések, hol még nem működik a játékok úgy, ahogy elképzeltem, sikerült ezen valamit még jobbra.